Sziasztok, üdvözlök mindenkit az Unboxing csatornámon, a mai nap folyamán bemutatom az új billentyűzetemet, ez a White Shark Gladiator 2 gaming billentyűzet, úgyhogy erről pár szót fogok elmondani, vagy megnézzük pár információt, és ki is fogom mondani, és meg is nézzük, hogy milyen. Ez egy világító billentyűzet, ez egy gaming billentyűzet, ide a az ebédlőben magamnak, mert benne is van egy világító billentyűzetem, úgyhogy nézzük meg, hogy mit ír a maga a doboz. Hát például azt írja, hogy 104 gombja van, Rainbow LED, ez a szivárvány színű, a kábelnek a hossza 1,8 méter, ami jó, a Windows 7, Windows 8, 10, meg macOS. Azt írja, hogy materiál, ez a metal body, szóval lehet, hogy fém teste van, és műanyag gombjai, fekete a gombja. Azt mondja, hogy a billentyűzetnek a lenyomása 5 millió idő, ez az anti-ghosting, ezt nem tudom, a többit nem tudom. Ami a lényeg, hogy 1,8 méteres a kábelje, és világít a billentyűzet, fém maga a váz, és műanyagok a gombok rajta, úgyhogy én ezt is ki is fogom bontani, és akkor meg is nézzük, hogy fog kinézni maga a billentyűzet. Na, nézzük akkor meg, ha sikerül kibontani. Ez egy nagyon jó billentyűzetnek tűnt nekem. És magyar kiosztású. Nézzük, tehát, aha, amit tartalmaz a doboz, itt van egy ilyen danger levonó, itt mutatja, hogy kell a számítógépet bedugni, hogy a számítógépbe bedugni, nekem Windows 10 van, és az tökéletes. Na nézzük meg magát a billentyűzetet, hogy hogy néz ki. Hát a kábele az úgy látom, hogy ez szövet kábel, ez nem ez a műanyag kábele. De nézzük akkor. És tényleg fémből van. Vagy igen, fém a váza, és a műanyagja viszont azt a de durva. Azt a de durva. Ezt nézzétek, hogy milyen durva. Ott lehet alul látni a ezeket a ezt a fehéret, hogy világítson, és elég halk is maga a billentyűzet. De halk, itt van fenn a bekapcsoló, de ezt majd a videó végén úgyis megmutatom, mert megmutatom, hogy világít. Hát ez nekem nagyon tetszik. A kábele, mint említettem, volt az 1,8 méteres, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen. És akkor be is szereljük majd. Meg amúgy egy év jótállás van rá, szóval majd a blokkal együtt el fogom tenni. Nézzük meg, úgy is be fogom szerelni, nem sokára. Itt a kábele. És szövet kábel, nem ez a régi, ami ez a műanyag, ami itt az USB-vel működik. Hát én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy fog kinézni magán a gépen. És nekem tetszik is, és nem is mozdul el. És az alja is fém. Nagyon frankó. Ja, még van egy nagyon jó, hogy itt van középen egy luk, látjátok? Ott. Oda be lehet rakni a telefont. Na, hát akkor szerintem én beszerelem, és akkor beszerelés után jövök vissza. Hát nos, mint látjátok, be van szépen üzemeltetve, látjátok, Rainbow maga a skin, így a világítás, és az a jó benne, itt látjátok, itt kéken világít, és innen már átmegy ilyen zöldbe, meg pirosba, amúgy elég jó. És akkor, hogyha itt bekapcsolom, a benti billentyűzetnek, meg ennek is ugyanúgy elindul a világítása. Szóval ez nagyon tetszik nekem, ez a billentyűzet. Nagyon jó. Na ennyi a kicsomagolás róla. Megmutatom azért így is,
itt van, itt van a számítógép, és működik. Ki is lehet kapcsolni a fényt, hogyha úgy szeretném. Na, sziasztok!